Kedves vendégek, most följöttem a német csoportommal is ide. 2550 méterre körülbelül. És nagyon jól lehet ma látni a csúcskrátereket. Ugye középen az a ketté hasadt kúp formájú. Ő a délkeleti kráter, a legfiatalabb és legaktívabb és legmagasabb. Ő háromszorosan leg. 1971-ben született és nagyon aktív. Mindig ő füst a legtöbbet, és most ő nőtt éppen a legmagasabb egy pár évvel ezelőtt. Átvette a vezetést az északkeleti krátertől. És az imént még sárga és kicsit feketés füstöket lehetett látni, most minden úgy beállt egy kicsit, mint egy állókép, de attól még ez ott működik. És nagyon szépen lehet ma látni. Szóval régóta nem volt ilyen tiszta a kép ide fönt, mint most. Megérte följönni, az 50 euró a libegőre, az most pont megérte. Tudom, egy kicsit szemétség, hogy januárban, illetve januárban még ugye ez 30 euró volt, és aztán március 1-től emelték fel 50-re. Ez nem egy szimpatikus húzás, de nagyon sokat kapunk ezért. Ma például, nem minden nap van így, de ma különösen megérte följönni ide. És jó, a levegő, süt a nap, nincs is nagyon hideg, még a kabátomat is levettem. Már ez október közepén már nem igazán tipikus, hogy ilyen kedvező hőmérsékletek legyenek. Most van augusztus 67-e, ha jól számolom. Szóval nagyon-nagyon nagy élmény azért már a mindig följönni. Tegnap máshogyan néztük meg egy kisgyerekes családdal, akkor csak szaladgáltunk a Silvestri krátereknél, most meg a csúcsot nézegetjük a németekkel, de az egészen fölmenést ők sem vállalták be a terepjározást. Oda-oda. Ugye ott a fehér pötty van, ott vannak a terepjárók, igen. Az 2900 méter magasan van, és hát onnan is azért nagyjából azt látjuk, amit itt. Csak ezt nem mondjuk hangosan, de így van. Csak az még 28 euróval többe kerül, és időben több, mert még egyszer sorba kell állni a terepjáró buszhoz, aztán várni kell, amíg az ember visszajön, szóval nem van egyszerű leutás sem, de most itt vagyok is gyönyörködöm ebben a csodálatos látványban. Egyszer összeszámoltuk egy kedves barátom, hogy hányszor voltam itt az utóbbi 24 évben, hát több mint 4000-szer, az biztos. Na, ezzel búcsúzom, és mindenkinek kellemes napot, jó szórakozást kívánok! A mielőbbi viszontlátásra Szicílián.